Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Hétköznapi Honvédelem, Magyarország első és egyetlen honvédelmi elemző és vélemény műsora. Mai műsorban vendégem Demeter Márta, független országgyűlési képviselő, köszöntelek, szervusz. Zord Gábor László, a Magyar Nemzet újságírója. Szervusz. És Szentesi Zöldi László, a Magyar Demokrata főmunkatársa. Szervusz. Szervusz. Az egyik múltkori adásban beszélgettünk a haderőreformról, az Irínyi 2026 nevű haderőreformról, amit Márta, te azt mondod, hogy nem létezik, de közben láttad is. Akkor most létezik, nem létezik, láttad? A saját szememben láthatom, hogy nem létezik, inkább így fogalmazok. Ugye a Honvédelmi Minisztériumban kértem időpontot, 2,5 hónap után sikerült is kapni időpontot, és ezt követően pedig sajnos csak egy pár oldalas PowerPoint bemutatót volt szerencsém látni, és konkrétan haderőfejlesztési programot, ahogy ez tényleg a klasszikus értelemben ugye működik évtizedek óta, ami lebontja alakulatokra, hogy hogyan kell kinézzenek a fejlesztések, hogyan indulnak, mekkora költségvetési forrásból, milyen ütemezéssel, erre vonatkozóan sajnos semmi ilyen nem létezik, ugye valahol, ezért kifogásoltam. Megvan az valahol határozva, hogy mi minősül haderőreformnak? Tehát, hogy most jó néhány oldalas PowerPoint, vagy egy 150 oldalas kidolgozott? Hát az, hogy konkrétan van valamilyen elképzelés arról, hogy egyáltalán mit kellene csinálni a magyar honvédségben, mit kellene fejleszteni, tehát nyilvánvaló, hogy szükség van a helikopterképességnek a fenntartására, modernizációjára, nyilvánvaló, hogy szükség van a szállítógépekre, ezt mindenki tudja. Ez nem haderőfejlesztési program, hogyha bizonyos dolgokra úgymond rácímkézzük ezt a történetet. Nem, konkrétan nem létezik ilyen kidolgozott anyag, ami mindennek az alapja kell legyen. Hozzáteszem, összességében csak egy anyag sem lenne elegendő, hiszen az, hogyha a fióknak készül valami, az természetesen nem elég, ezt meg is kell valósítani, de sajnos ennek jelen pillanatban egyik része sincs meg. Elnézést, hogy ebbe beleugranék, hogy mi egy ilyen haderőfejlesztési program, illetve a demokratikus országokban, hogyha annak tartjuk magunkat, akkor milyen bizalom lehet az, ami alapján elhihetjük, hogy létezik valójában egy ilyen. Vannak az ellenőrzésre hivatott szervek, például egy országgyűlési képviselő, mint Márta, ugye, aki szakpolitikus, van nyilvánosság, mint újságírók, mint mi, és a számukra valamilyen módon nyilvánvalóan minősített részeket kerülve egy kivonatos anyagot ebből elő kell tudni állítani. Most a HM tavaly decemberben ugye mondta be először, hogy Zrínyi 2026. Korábban is volt, nem? Hát mondta, hogy készül egy ilyen, de akkor volt a név, akkor volt így megnevezve. Azóta adós nekünk azzal, hogy valamilyen részleteket. Na most én nemzetközi összehasonlítást tudnék mondani, nem nyugatról, hanem regionális országból, Lengyelországból, hogy gyakorlatilag fegyvernemi képességi szinten, fedőnévvel, hogy mi ezeknek a programok a neve, nagyjából követelményrendszerrel, milyen messzire menjen, hány órát legyen a levegőbe, hány darab legyen. Tehát ilyen szinten ismerünk haderőfejlesztési programokat. Bármilyen fegyvernemi, haderőnemi területről. Na, ezt hiányoljuk. Na most ez alapján mondta azt nekem két nyugati katonai attasé is, méghozzá vezető NATO tagországokból, hogy ez alig, hanem egy blöff jelen pillanatban. Lehet, hogy a fióknak gyártanak dolgokat, lehet, hogy valami össze is van állítva, mert ugye nem tudhatjuk, ugye lehet, hogy egy ellenzéki képviselőnek egyszerűen politikai okból nem akarják például megmutatni. De az, hogy nem győződhetünk meg 100%-osan ennek a létezéséről, és az, hogy ez egy valóban komolyan vehető anyag, az biztos. Laci, szerinted lehet olyan helyzetben, hogy blöfföljön a Honvédelmi Minisztérium egy ilyen dologgal? Tartó tőle, hogy hosszabb választ kell adnom, nem fogom nagyon hosszan, nem fogok órákon át beszélni, de talán az egész ügy egy kicsit távolabbról indul. Arra gondolok, hogy a magyar honvédséggel kapcsolatos ügyek a rendszerváltozás óta szerintem a legmostohább ügyek. Tehát arról beszélünk, hogy egészségügy, oktatás, ezek feneketlen zsákok, ahova minden kormány beleönti a pénzt, és soha nem elég az a pénz, amit beleöntenek, bármelyik kormány az elmúlt 25 évből, bármilyen kezdeményezést tett, ezek öröki neurologikus pontok maradnak. Na most a magyar honvédség és a honvédség ügyei ott még vita sincs. Tehát ez a magyar honvédség jelenleg az 1980-as évek infrastruktúráján rekedt meg. Amikor azt látom, hogy például harckocsiból nincs annyi jelenleg a magyar honvédségben bevethető állapotban, mint 1988-ban Nagykanizsán, az én dandárumban, akkor azért elgondolkodhatunk arról, hogy mi történt itt az elmúlt 25 évben, ami idáig vezetett, és akkor nem beszélek más fegyvernemekről, tehát egészen tragikus a helyzet. Na most, amiről itt szó van, az, hogy létezik ez a haderőreform vagy sem, véleményem szerint ez nem létezik. Nem létezik, hiszen semmilyen jelét nem láttuk annak, ahogy egyébként Márta és Gábor is mondta,
hogy ez papírra lenne vetve, de azért arról ne feledkezzünk el, hogy a nevében is benne van, hogy 2026-ig terjed, addig ível ennek a haderőreformnak a megvalósítása. Tehát én azt feltételezem, hogy egy olyan átalakulóban, kialakulóban lévő haderőreformról beszélünk, ami lehet, hogy papírra még nincs vetve, lehet, hogy tervezetekben létezik, de pontos oka van annak, hogy a kormány miért nem adja ezt oda ellenzéki képviselőknek és újságíróknak. Ez pedig az, hogy 2011-ben, ha jól emlékszem, a honvédelmi törvény módosításával a kormány a kétharmad erő birtokában egy politikai döntést hozott, egy szakmai döntés helyett. Tehát az Orbán kormány jelenlegi nézőpontjából, én így látom, ez a kérdés azok közé tartozik, amelyeket megóvnak az átpolitizáltságtól. Tehát megpróbálják szakma, valószínűleg, majd szakmai érvek alapján ezt a haderőreformot levezényelni, de nem akarják társadalmi vitára bocsátani, mert nem akarnak belemenni abban, amiben más területeken, a magyar politikában szakmai kérdéseket teljesen átpolitizálnak. Tehát én valahol inkább azt mondom, a két álláspont között ingadozom, mert egyfelől természetesen nagyon jó lenne ennek a nyilvános részleteit látni. Másfelől úgy gondolom, hogy még kicsit korai erről beszélni, ezt az egész beszélgetést, gondolom, hogy 4-5 év most sokkal gyümölcsözőbb lenne, mert ha akkor sem lesznek részletek 2026-os zárás időponton, akkor az már aggodalomra ad okot. Egy dologgal, bocsáss meg, alá támasztanám, egy apró részlettel. Ugye itt a szállító repülőgépek, ugye a magyar légiszállító képességnek az ügye, jelenleg ugye beszélünk körülbelül 1M26-osról. A nézőknek mondom, hogy azért ebbe a szakterületbe azért ebben jól lehet foglalkozom. Igen, a légerő blogot is viszem, igen. Tehát ezzel igen szeretem ezt a területet. Ennek kapcsán például a honvédelmi vezetés részéről egy ilyen beszélgetés kapcsán kaptam azt a kérést, hogy Gábor, legyél olyan szíves, ne írjál meg minden részletet, mert a politikai támogatásunkat és politikai támogatás ennek a programnak áshatod azzal alá, hogyha te arról írsz, hogy egy ilyen légiszállító flottának például a felső vezetőket szállító funkciója is van, ami egyébként teljesen normális mindenhol a világon, a környező országokban. Ne írja arról, hogy tehát látható, hogy a honvédelmi vezetés fél attól, hogy a túlzott nyilvánosság az visszaüt erre a dologra, és a értelemszerűen Magyarországon látjuk a vezetési struktúrát, hogy épült föl, a miniszterelnök, illetve a miniszterelnök környezetében leapadhat ezeknek a programoknak a támogatására. Belemegyünk majd ebbe is egyébként. Sajnos egyébként az a baj, hogy az egész ügyben ugyanott tartunk, mint 4-5 évvel ezelőtt, sőt talán rosszabb a helyzet. Miért lenne fontos, hogy legyen egy ilyen konkrét haderőfejlesztési terv, hiszen itt tényleg nem arról van szó, hogy az ember nem tudom 500 vagy 1000 oldalakat szeretne folyamatosan olvasgatni. Ez azért fontos, mert a honvédelem ügye, meg a haderőfejlesztése, az van olyan fontos ügy, amiben konszenzusra kellene törekedni, amiben, ahogy említettétek, a megfelelő viták meg kellene legyenek. Azáltal, hogy az illetékes bizottságok sem, a képviselők sem kapnak semmilyen tájékoztatást, effektíve nem mondom, hogy nincs miről vitatkozni, mert hogy mindenki elmondja a véleményét, de nem jutunk előrébb a történetben. Tehát itt pont az lenne a lényeg, hogy érdemi viták folyjanak, és amikor határoz a kormány arról, hogy mi történik a honvédelemben a következő 10 évben, ami nyilván ciklusokon átívelő történet, tehát nagyon sok politikus találkozik majd ezekkel a dolgokkal, és nyilván egy kormányváltás esetében is ez determinálja a helyzetet. Ezeket a döntéseket mindenképpen konszenzussal kellene meghozni. És pontosan ezzel lehetne egyébként az átpolitizálódástól megóvni ezt a területet, hogyha érdemi információ van, és nem minősített információkat kell nyilvánosságra hozni. Azt gondolom, mindannyian veszük annyira komolyan a témát, hogy nem ezt várjuk el. De az, hogy olyan alapinformációk legyenek, ami megalapoz bizonyos döntéseket, az azt gondolom, hogy teljesen elvárható. És ugye a 2011-es honvédelmi törvénybe sajnos nem azért került be az a cikkely, hogy ugye 30 évig nem nyilvánosak a honvédség működésével kapcsolatos adatok, mert meg akarják óvni az átpolitizálástól, hanem egyszerűen bizonyos kérdéseket nem akarnak felfedni, nem akarnak nyilvánosságra hozni, olyat sem, ami egyébként a nyilvánosságra tartozna, hiszen a magyar adófizetők pénzéből valósulnak meg a dolgok már, amennyiben megvalósulnak. Én egyébként jóval pesszimistább vagyok Mártánál, és a kicsit visszakanyarodok Gáborhoz is, tehát említetted a lengyel példát. Én szeretnék egy olyan országban élni, mint Lengyelország, vagy Románia, ahol honvédelmi ügyekben, nem a Romániában lápullá szeretnék élni, hanem egy olyan országban, honvédelmi kérdésekben, ahol ilyenfajta nemzeti konszenzus van. Mert az, hogy a lengyelek atlantisták, és hogy számukra természetes dolog, geopolitikai történelmi eredők miatt, hogy ők adott esetben rakétavédelmi rendszert befogadnak, vagy mint a románok, hogy nyíltan és leplezetlenül fejlesztik amerikai fegyverzettel a saját haderejüket,
olvasunk a beszerzésekről, hallottuk most, hogy légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek, harckocsik, repülőgépek érkeznek, és véletlenül mind amerikai, és még a francia vonal is háttérben van szorítva Romániában. Tehát miközben van egy nemzeti konszenzus, én azért vagyok pessimista Mártánál, mert biztos vagyok benne, hogy honvédelmi ügyekben sem lehetséges Magyarországon konszenzus. Tehát pontosan ugyanaz a helyzet, mint az olimpiában. Most engedjétek meg, hogy egy kis politikai kitérőt tegyek. Annál szentebb, politikamentesebb ügy, mint az olimpia nem létezik. És mégis, milyen méltatlan helyzet lett ebből az egészből. Ne vizsgáljuk, hogy hogyan, miként, milyen eredet. Az egész ügy csak konszenzusra megvalósítható. A honvédelem egy ugyanilyen kérdés, és egy sokkal szigorúbban vett szakmai kérdés, mint az olimpia, a sportdiplomaták területe. És az elmúlt 25 év arra is megtanított bennünket, hogy minden pártban felülkerekednek az egyéni szempontok, és azok a fajta politikai szempontok, amelyek elételené teszik a konszenzust. Tehát én attól félek, sőt ki ismerem jelenteni, hogyha nyilvános lenne ez a haderőreform, hogyha nyílt kártyákkal játszana a Honvédelmi Minisztérium, és hogyha a társadalmi vitára bocsátaná mondjuk a beszerzések ügyét, ami ez abszurdum, akkor is rettenetes politikai viták keresztül, mert szétszicálnák ezt az egész. Azért kérdeznek, mert ugye egy kormánypárti újságnál dolgozol. Én elsősorban újságíróként vagyok jelen, és igyekszem is nagyon tárgyilagos lenni, azért, mert annak semmi értelme nincs, hogy itt bárki a fajnfia mundér becsületét vívná. Már csak azért is, mert ez a beszélgetés, ez jellegzetesen arról szól, hogy a honvédelem egy nemzeti ügy, tehát én csak ez egy szempont volt, hogy szeretnék kérdezni. Kérdezem a többieket is, viszont azért most téged kérdezek, nálad volt a szó, hogy valahol az egy természetes dolog, hogy az ellenzék mindent támad, nem? Természetes, mondjuk lehet idézőjelbe kéne tennem, de mindenre ugrik és mindent támad. Teljes mértékben így van, de ellenzéknek és kormánypártnak mindenkor, nem csak most, hanem előző ciklusokban is, egy-egy nagyarányú beszerzés mögé, egy-egy honvédelmi stratégiát alakító szakmai döntés mögé, azt hiszem, hogy kutya kötelessége lenne mindenkinek besorolni. Ez lenne a normális. Próbálunk azon dolgozni, meg én is, hogy tényleg valamiféle konszenzus legyen, meg tényleg beszélgetünk. Igen, csak a konszenzus nem úgy néz ki, hogy szönyeg alá söprik a dolgokat, és egyébként nem hajlandóak semmiről semmilyen információt adni. Tehát itt ugye az a baj, hogy a kormány nagyon sokszor fogalomzavarban van a történetben, mert effektíve amit csinálnak, azzal a civil kontroll nem működik, tehát képtelenség ellenőrizni az egész helyzetet, és egyébként nyilván az ellenzék hogyan állhatna be például egy olyan beszerzés mögé, amire még bizottsági zárt ülésen sem, nem mondom, hogy minden adatot mondjanak el a nyilvánosságban, de hogy zárt ülésen sem hajlandóak semmit válaszolni. Tehát itt ez az óriási probléma. Én azon vagyok meglepődve, Márta a folytatott beszélgetésekben elsősorban, hiszen hogyha megnézzük a statisztikákat, ő az a képviselők közül jelenlegi országgyűlésben, aki a legtöbb kérdést teszi fel ezzel kapcsolatban a végrehajtó hatalom felé. Tehát én meg vagyok azon döbbenve, hogy egy választott képviselővel szembe a Honvédelmi Minisztérium mit megenged magának. Tehát, hogy egyrészt, hogy a hozzáférést mennyire leszűkíti. Tehát sok esetben megállapítottuk, összehasonlítottuk a tapasztalatainkat, hogy egy újságírónak nagyobb hozzáférése van, például hadgyakorlatokon, akármi keresztül. Egyszerűen nem hívják meg az országgyűlési képviselőket, szakpolitikusokat ezekre az eseményekre, ahol egyébként tapasztalatokat szerezhetnének. És persze nyilvánvaló különböző bürokratikus birkózás, ugye itt vannak ugye előírások, hogy hány nap alatt kell reagálni kérdésekre, stb. El tudnak érni valamit, amit nyilván egy újságíró nem, de én azt mondom, hogy overall lényegében egy elnyomó tevékenység zajlik, hogy a képviselők hozzáférjenek ezekhez az információkhoz. De hozzáteszem, ez egyébként nem személyes okok miatt probléma, mert hogy nyilván az ember ezt nem tudom, nem veszi magára, meg ilyesmi, az ügy miatt probléma, tehát hogy az ügy nem kerül ettől az egésztől előrébb. És egyébként, hogy az ellenzék mennyire kritizálja a kormányt, például honvédelmi kérdésekben azt gondolom, hogy én magam is, és egyébként többen azért kizárólag a jogos kritikát fogalmazzuk meg. Tehát például, amit Gábor említett a szállítógépeknek a kapcsán, ugye több helyről látszott, hogy van arra törekvés, hogy akkor itt konkrétan kiemelik, hogy a VIP szállítás micsoda dolog, hogy ezek a gépek végzik. Tudtuk, hogy ezek a gépek végzik, és ebben semmilyen probléma nincs. Nyilvánvalóan katonai gépekre van szükség, és ezen lehet vita, hogy ugye a kormány azt állítja, hogy itt kifejezett civil kormánygépek kellenek, én pedig azt állítom, hogy itt katonai gépek kellenek, amik továbbra is el tudják egyébként látni a VIP szállítást. Tehát nem partalan a kritika, itt kifejezetten a jogos kritikára kell koncentrálni, és hogy mennyire fontos a nyilvánosság ereje. Másfél éven keresztül
Szerencsére sikerült napirenden tartani rengeteg kérdéssel, újságcikkekkel, stb. A Honvéd Egészségpénztárnak az ügyét. Másfél év alatt sikerült odáig eljuttatni a helyzetet, hogy elkezdték a kártalanítást a honvédség állománya részére is, ami azt gondolom egy fontos dolog. Tehát igenis kell a kritika, és a nyilvánossággal pedig el lehet érni nagyon sok mindent, amire egyébként sajnos úgy tűnik, hogy a kormányzat maga nem lenne hajlandó. Azért, mint a civil kontroll fontosságáról hallottunk, rögtön eszembe jutott az egykori Gripenek beszerzés, az F-16-os és a Gripen vita, és eltűnődtem azon, és igazából ezt kérdésre bocsátom, hogy a civil kontroll hogyan tud befolyásolni egy ilyen típusú beszerzést, egy ilyen típusú szakmai kérdést. A civil kontrollnak miért és hogyan kellene megjelenni a honvédelemben? Hiszen az emberek többsége, beleértve a néhány szakújságírót, kb. 3 ilyen van az országban, és az egyik itt ül mellettünk, nagyjából 3 szakújságírót kivéve az embereknek nagyjából lövése sincs arról, nem volt, hogy a F-16-os vagy a Gripen mögé mellé milyen érvek támaszhatóak. Meg kellett volna szavaztatni a Facebookon az embereket, civil. Tehát, hogy jelentkezik a civil döntési helyzet ilyen típusú sok-sok milliárdos beszerzésekben. Az emberek választott képviselők útján gyakorolják ezt nyilvánvalóan, és ott vannak a parlamenti bizottságok, amik ebben meg tudják hozni a megfelelő döntést. Hozzáteszem, hogy a szakma javaslatai alapján a történet. De ők el is döntik. Azt tudjuk, hogy ott egyébként a szakma állást foglalt bizonyos kérdésekben, és egyébként némi konszenzus is mutatkozott egy darabig, amit aztán az akkori fideszes kormányzat felrúgott, de itt azt emelném ki leginkább, hogy egy ilyen beszerzés mennyire determinálja a következő évtizedeket akár, és ezt például pont a Gripeneknél látjuk. Emiatt nagyon fontos az, hogy ezek a döntések úgy szülessenek meg, hogy mindenki megkapja a megfelelő információt, és ne csak mindig az ellenzéket emeljük ki, bocsánat, nagyon fontos. Egyébként, hogy a Laci átvette egy rövid időre a műsorvezetést, akkor én is hogy válaszoljak, szóval a civilt én a társadalom szempontjából közelíteném meg. Nyilván nem lesz mindenkinek olyan mélyreható ismerete, de körülbelül azt mindenki el tudja dönteni, vagy legalábbis lehet róla képe, hogy egy hadsereg, ami létezik az országnak, az mondjuk mire képes. Képes-e megvédeni a hazát? Tehát ezzel körülbelül szerintem nyilván abban, hogy milyen fegyver, meg milyen gépágyút szereljünk, tehát az nem. De az, hogy képes lehet-e akár ránézésre az a hadsereg, mondjuk a Magyar Honvédség megvédeni a hazát, vagy legalább helytállni egy bizonyos ideig, szerintem itt lenne az, hogy a civil, most klassz, az én szememben a civil kontroll, mondjuk a lakosság, hogy akkor menjen oda az országgyűlési képviselőjéhez, és beszélgessen róla vele, vagy tegyen föl ilyen kérdéseket. Most valószínű, sítem, hogy ilyen lakossági fórumokon nem valószínű, hogy a honvédelemről folyt a vita. Igen, de azért én picit másra gondoltam. Tehát például az ellenzéki sajtóban, ugye nem a Márta által említett példa, ez a jó példa jelent meg az elmúlt hetekben, hónapokban, hanem mondjuk olyan típusú ügyek, hogy miért kell 197 lőteret építeni, biztos itt valami titkos militáris fegyverkezés zajlik, ahol a fideszeseket kiképzik, leírták ezt a mondatot. Aztán az, hogy 2 vitorláshajót miért nem kaphatnak a pihenő katonák a Balatonon. Tehát, hogy én attól óvnék, hogy ilyen bulvárszintre süllyedjen a dolog, mert ezekből a műhelyekből, a civil kontroll legnemesebb műhelyeiből, az ellenzéki sajtó műhelyeiből nagyjából ilyen ügyeket olvastunk az elmúlt hónapokban. Tehát nem konszenzuális politikai kérdéseket, szakmai érvekkel megtámogatva, hanem olyan bulvárhíreket, amelyek ahhoz a demagógiához vezetnek minden olvasóban, nézőben, hallgatóban, hogy hát 8 lélegeztetőgépet is vehetnénk ezen a pénzen. Szóval én ettől óvnék, és itt jön mindenki, mindannyiunk felelőssége, hogy ezeket a tényleg szó szerint szent dolgokat, a magyar honvédelem ügyét apró pénzre váltjuk-e. Én azt látom, hogy az ellenzéki sajtó jelentős része nem partner ebben, és gondolom, hogy erre válasz vagy kiváltók a kormányzati magatartás. Én teljesen értékű, egyetértek azzal, tehát nagyon-nagyon súlyos károkat okoz, aki rosszul kritizál, aki lecsapja az alacsony labdákat, az ígyszereket ebbe a dologba. Ez szörnyűséges, ez nagyon nagy kárt okoz, mert defenzívába szorítja a kormányt, bezárkózásra készteti a kormányt, nyilvánvaló a legkönnyebb út felé tereli. Én a magam részéről, tehát amit a Magyar Nemzetben próbálok csinálni, az viszont egy szakmai kritika, nagyon sokszor erős, de akkor, amikor teljesen nyilvánvaló dolgok vannak, nyílt forrásokból, ha gyakorlatokra járunk, látjuk a magyar erőket dolgozni, látjuk a felszerelésükben lévő óriási hiányosságokat, látunk döntéseket, aminek nyomán lépések történtek, milliárdok elköltése történik, és nem optimális módon jelenik meg. Teljes mértékben, tehát szakmai meggyőződésen bárkit megkérdez az ember ezeken a szakterületeken, ugyanezen a véleményem van, akkor igenis látszik az, hogy ennek a kontrollnak a hiánya, ez súlyos problémát okoz.
Tehát amikor itt vannak ugye a helikopterjavítások, én írtam enneknek a hiányosságairól, hogy bizonyos dolgok, így van, tényszerű. Tehát a magyar szállítóhelikopter, a személyzet, a velük szállított magyar katonák, szövetséges katonák egyszerűen nem túlélőképesek egy harcmezőn. Nem hogy a mai, a 21. századi harcmezőn, de ez a 80-as években is óriási hiányosság volt, hogy nem rendelkeznek túlélőképességi berendezéskészlettel. Na most, amikor ezt az ember felveti, akkor nagyon sokan megsértődnek. Épp most hallottam szintén a honvédség a tegnapi rendezvényem, a honvédség egyik vezetője, hogy hát a sajtónak sose semmi elég. Hát ez egy óriási súlyos hiányosság. Tehát ha én azt látnám, hogy olyan minimális problémák vannak, hogy zöld vagy fekete, akkor ebbe belekötni az nyilvánvaló fölösleges. De amikor égbe kiáltó hiányosságok történnek, látjuk, hogy jön a pénz, ugye jövőre 73 milliárd forinttal többet fognak költeni, akkor szerintem igenis fontos. És egyetértek azzal, hogy ezt nem lehet akármilyen alacsony szintre levinni ezt a dolgot, tehát az, hogy Jani most... bácsi, Kati néni beszaladgáljon és megmondja, hogy Gripen vagy F-16-os, ez nyilvánvaló, hogy nem, de igenis integrálni kell ebbe a diskurzusba a civil szakmaiságot, egy ellenőrző szerepet kell, a szaksajtót, a képviselőket, én ebben nem látok semmi kivetnivalót. És amikor zajlik egy kommunikáció, akkor mindkét oldalról el lehet várni, és lehet olyan követelményeket támasztani, hogy a közös ügy, a szent ügy érdekében mik azok az oldalai ennek a vitának, amelyeket nem kell exponálni a közvélemény felé, mert az politikailag károsan befolyásolhatja a törekvéseket. De erre szükség van. És meg kell, hogy mondjam, hogy például a miniszter úr részéről, amikor tegnap föltettem neki a helikopterekkel lévő kérdést, láttam empátiát. Tehát ő is tudja, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak ebben az elmúlt 25 évben a különböző bürokráciák felhalmozódása során vannak információk, amik nem jutnak el megfelelően a döntéshozóhoz, nem mondják el nekik, hogy milyen opciók vannak, és ebben a környezetben én azt gondolom, hogy igenis jó dolog az, és fontos funkciója lehet annak, hogy van egy visszacsatolás egy független, tehát nem alárendelti viszonyban lévő irányból, ami segítheti a döntéshozatalnak az optimális irányba terelését. Csak azért azt mindenki érzi, nem? Tehát most mi magunk is a hétköznapi életben érezzük azt, hogyha valaki kritizál, akkor azt segítő szándékkal teszi-e, vagy mondjuk azért adott esetben, hogy mondjuk, hogy eltapossol. Te hogyan látod, hogy mikor van olyan... én is voltam, te voltál sorkatona, én voltam szakasz századparancsnok, sorkatonákkal foglalkoztam, és hát ugye nyilván, amikor elment az ember körlet szemlére, akkor azt mondtuk, hogy hát akkor nem találunk hibát, ha nem akarok. Tehát fölrúgdostad a stokikat. Nem, olyat nem csináltad. Tehát, hogy akkor nem találunk hibát, ha nem akarok. Na most te is akkor, amiben bármiben tudnátok, ti is hibát találni, nem? Én ezért emeltem ki az előbb, hogy a jogos kritika, és hogy az mennyire fontos, és azt gondolom, hogy itt abszolút erre szoktunk törekedni, tényleg ez több újságírónál is látszik, hogy abszolút ez működik a szakújságíróknál is, és tényleg jó magam is, és azért még vannak olyan képviselők, akik erre szoktak törekedni. Nyilván itt a titkolózás a legnagyobb probléma, ahogy mondtam, tehát nem a minősített információkról beszélek, hanem arról, hogy lényegében létrehoztak egy olyan információkört, ugye pont ezzel a törvénnyel, amiről beszéltünk, hogy nyilvánvaló dolgokat is elkezdenek titkolni a magyar társadalom elől, és nagyon sokszor olyan helyzetben, amiről mondjuk a szövetségeseink pontosan tudják, hogy nem tudom az hány darab, hogyan néz ki, hogy mi, stb. Egyébként a magyar emberek, akik ezt fizetik, és nagyon helyes, mert nyilván erre igenis kell fordítani megfelelő forrásokat, azt gondolom jóval többet, mint például ami mostani, és a mostanit is jobban kellene felhasználni, ezt is nagyon fontos kiemelni. De hogy tényleg az a helyzet, hogy egy ilyen abszolút titkolózást indított el a kormány, és ez az, ami egyébként nagyon kellemetlen helyzetekhez vezet. Itt akár a lőterekkel kapcsolatban. A 197 lőtéren nekem is óriási problémáim vannak, egyébként ebben volt írásbeli kérdésem, majd mindjárt megosztok róla pár információt, elég érdekes. Ott is a legnagyobb probléma, semmit nem tudunk a koncepcióról. Hogyan néz ki? Egyáltalán miért gondolják, hogy erre szükség van, tehát még egy megfelelő érvelést sem tud felhozni a kormány, hogy aztán érdemi vita lehessen erről, hiszen ők egy bizonyos állásponton vannak, például magam egy másikon, hogy szerintem nincsen erre szükség, vagy nem ilyen formában, nem tudunk róla vitatkozni. Ez nagyon jó. Elnézést kérek, hogy beléd folytam a szót, és elnézést kérek tőletek is, és a kedves nézőktől, viszont a következő adásban innen folytatjuk a 197 lőtérrel. Márta folytatja. Önöknek köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, kövessenek minket a Facebookon és a hétköznapi honvédelem.hu-n. Viszontlátásra!